Ez itt az átlátszó podcastja, és egy egészen különleges adásnak ígérkezik ez a mostani. Volt egy cikkünk még a választás után, amelyik a e, Szabolcsi, hogy mondjam ezt, választási turizmussal foglalkozott, tudva levő, hogy sokféle. Megerősített vagy meg nem erősített legenda kering a magyar közbeszédben, a választásokkal kapcsolatban. Az egyik ilyen a határon túli magyarok szavazatai, a másik ilyen a határon túli nem magyarok, akiket bejelentenek, de ide tartozik még a krumpliosztástól kezdve egy csomó minden másik, amivel politikai szereplők, meg elemzők, igyekeznek magyarázni sok esetben általuk nem is teljesen értett folyamatokat. Na, az egyik ilyen az ukrán határ melletti településeken a sokszor egyébként tényleg magyarázatra szoruló választási eredmények. Sarkadi Nagymárton kollégánk, aki itt ül, most velem mellett, aki itt ül velünk most, itt egészen precízen mellettem, a választás napján ott volt a vásárosnaményi körzetben, ez a szabolcs szatmár bereg négyes számú egyéni választókerülete, amelynek képviselője 2014 óta Tilki Attila, Fideszes országgyűlési képviselő, 2014 előtt pedig a fehér gyarmati központú, szintén szabolcsi választókerületnek volt a képviselője ezt az új választójogi törvény, megalkotásakor vonták egybe a vásárosnaményi körzettel. Na és köszöntjük őszinte szeretettel Tilki Attilát, aki az első megkeresésünkre vállalta azt, hogy akkor ezt a kérdéskört egy, egy közösen kibogozzuk. Először kérdezem Mártont, hogy mi volt az indíték, tehát hogy miért mentél vásáros naményba, a vásáros naményi körzetbe, ott mit tapasztaltál, és ezek után majd megkérdezem Tilki Attilát, hogy ő hogyan látja ennek a körzetnek a választási eredményeit. Szerbusz András, üdvözlöm képviselő úr, és gratulálok a választási sikerét. Köszönöm szépen. Hasonlóképpen üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Ezért mentem Vásárosnaménybe, mert az Eitlet Szone úgy éreztük, hogy kicsi, de specializált szerkesztőségként, akkor járunk el hasznosan, hogyha a választás napján különböző választási csalásokat, vagy azokra utaló jeleket próbálunk megfigyelni, és én a, ennek a, az ukrán a mentes, ukrán határmenti választási körzetben gondoltam úgy, hogy megnézem azt, hogy hogy néz ki idén. Azt, amire korábban én is csak tudósításokat láttam, meghallottam mégpedig a választókerületben állítólag fennálló úgymond fantom szavazók jelenségét próbál meg megtekinteni, hogy néz ez ki, van-e, mit lehet ebből látni. Most személyesen abból, nem tudom, 8-10 órából, amit ott töltöttem, nagyon, de gyakorlatban nagyon kevés jelét láttam annak, hogy bármiféle Klasszikus választási csalás történne, akár a, ö, akár az ukrajnai kettős állampolgárok közül azoknak a révén, akik a hagyományos megfejtés szerint ott mindenféle házakban be vannak jelentve, adott esetben nem ott laknak, ö, és őket szervezetten szállítanák át a határon. egyetlen egy hasonló esetről van tudomásom, ezt meglepő módon személyesen a körzetnek az ellenzéki, az összeellenzéki jelöltje, Sápi Mónika fényképezte volna, ne a vásáros, nem mennyi rendőrség, előtt, de hasonló más esetről nekem nincsen tudomásom, és, és hát más se írt róla. Azután pedig elővettem a különböző választási meg népességi statisztikákat a választókerületből, meg Szabolcs-megy egészéből, és megpróbáltam utána nézni annak, hogy volt-e ilyen jelenség, mik azóta ennek a trendjei. Adás úgy érzed, hogy ezeket most kéne elmondanom, vagy hagyjuk beszélni a is? Szerintem a... akkor a képviselő úr mondjon néhány szót arról, hogy egészet hogyan, és aztán menjünk be a részletekbe, összefoglalva azt, amit Márton elmondott előbb, hogy van egyfelől ugye ez a közbeszédben terjengő megfejtés, másfelől ezt alátámasztja az, hogy a választói névjegyzék az hirtelen duzzadni kezdett 2018 előtt, és a harmadik, amit már tapasztalt, hogy nem volt tömeges mozgósítás a vásáros naményi körzetben. Na és akkor erre kérésem, hogy akkor miért duzzadnak ezek a, 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 választói névjegyzékek, utána majd beszélünk a, ennek részleteiről, mi történhetett, és miért terjedt el akkor ön szerint a nyilvánosságban az, hogy ne, nem magyar határon túliak tömegesen szavaznak ezen körzetekben. Tilki a tilája a szó. Köszöntöm én is önöket. 88 település van a körzetemben, és abból 24 közigazgatásilag határos Kárpátájával 137 km hosszon vagyunk határosak. Tehát, ha valaki Kárpátaljára megy, akkor csak a légi számú választókerületen keresztül teheti ezt meg. A, a, dolog az szerintem 14-re nyúlik vissza, amikor ugye a ukrajnai konfliktus Donbass környékén ugye kitört. A Kárpátaljáról azt tudni kell, hogy a 150 fős, 150 ezer fős magyar közösség azért elég sok hozzátartozóval rendelkezik itt is a határindási oldalán és akkor érezhető volt, hogy akár ingatlanokat is vásárolnak a biztonságunk miatt, és nyilván ugye a ingatlanoknál látható volt az, hogy egyes ingatlanokba többen is bejelentkeznek. Ugye ez a helyi jegyzőnek volt a hatásköre vagy feladata, hogy döntsön arról, hogy ki lehet és ki nem lehet egyáltalán hogyan is mint történt. Nyilván ugye a 2018-ban az országgyűlési választásokon a lehetőségük van ugye pártoknak megvásárolni a választói névjegyzéket, nyilván így tette az akkori, egyébként akkor jobbik színeiben induló ellenfelem is, és ahelyett, hogy kampányolt volna, azzal töltötte az időt, hogy sorban nézegette a lakóingatlanokat, hogy hol mennyien vannak bejelentve, esetleg vannak-e olyanok, ahol tömegével. És nyilván a megfelelő szerveknek a hatásköre ebben eljárni, azt tudni kell, amiben tévedés van és volt, és aki, aki nem ott él, az nem ismeri igazából a helyzetet, hogy akár egy Kárpátalján élőnek, egy magyarországi lakcím az elsősorban azért kell, mert sokkal könnyebb magyar útlevéllel, magyar lakcímmel, kvázi teljes jogú magyarként nyugat-európában elhelyezkedni és dolgozni. Tehát ezeknek a, a most is a térségemben élő, de kárpetői gyökerekkel rendelkező akár választójoggal is bíró embereknek a jelentős részét abszolút nem érdekli a választás, hiszen kint dolgozik valahol Európában. Ezt most tökéletesen lehetett látni, ahogy kitört 24-én a háború, és ahogy jöttek át az emberek. Hasonlóan ugye a, a belső Ukrajnából érkező ukrán menekültek is álltak tovább Portugáliától, Spanyolországig, Olaszországon keresztül Csehországig, de ha megnézik, ha bárki utazik a M3-ason, és megy Nyíregyháza felé, a Cserencáma autók, azok általában kárpátai kötődésű autók, hiszen nagyon... Miért? Mert ott dolgoznak? Elég sokan dolgoznak Prágában. A két világháború között ugye Csehországhoz tartozott ez a terület, és... Csehszlovákiához. Így van, Csehszlovákiához tartozott, és egy akkori egyébként nem író, az nagyon kedvelt volt Kárpátaján a szocializmus alatt is. A, annak idején mondjuk Mariánszki Lázniba jártak el fürdőhelyre a beregszásziak, nem az itteni kis Magyarországra jártak mondjuk Keszthelyre vagy Hívízre gyógyfürdőbe, hanem Csehországba mentek el. Tehát van egy régi jó kapcsolat egyébként, és jelentős számú, akár magyar gyökerekkel rendelkező is dolgozik Csehországban. Tehát a, a tévedés az az, hogy ezek az emberek azt várják, hogy mikor lesz itt Magyarországon választás, és akkor jönnek szavazni. Nyilván persze vannak olyanok is, akik szavaznak, és volt egy ominózus hírtelevíziós felvétel, ahol, ahol erről beszéltek. Egyébként ott még a. a én feljelentettem természetesen a az adást, és az a, az a perr, az még mindig tart. Tehát 18 óta még nem sikerült 22-ben döntést hozni. Na, várjunk, ezt is akkor csak a hallgatóknak mondjuk el, ez a, a, a G-Day utáni hírtévé, de még a, a, az, az előtti, hogy ezt nyerges volt vissza terelte volna az a boldog média, Tehát ez, a, a Tehát ez a, az a pár évnyi hírtévé, amikor kvázi... Ja, 18 választások Ez jövőszaka. még a hírtévé, és amiről beszélünk, az egy 2018 as a választások után néhány nappal megjelent nagyon rövidke hírriport, amit én legalábbis nem láttam bővebben kibontva, és jól emlékszem, azt tartalmazza, hogy egy kárpátaljai település volt polgármestere, Kilbi József egy fölvett telefonbeszélgetésben arról beszél, hogy hogy a Fidesznek szállított szavazókat több fordulóból, Ukrajnából különböző ebben a választókerületben található településekre, a reportban pedig az is elhangzott, hogy az az ember, aki ezt fölvette, az azért tudta ezt fölvenni, mert beépült Tilki Attila kampány stábjába, hogyha ezt történt, történetet ki tudná bontani, meg elmondani, hogy mi történt itt, hogyha jól értem, akkor ennek van ezzel a kapcsolatban peres, ugye? Ö, az biztos érdekes volna a szemmel és meg a hallgatók szemmel is. Hát, teljesen való tanállítás, nagyon érdekes dolog, hogyha valamit kitalálnak valakiről, ami nem történt meg, és azzal kapcsolatban mi a véleményem, tehát az abszolút baromság, nem így működik a rendszer. Ö, aki ez nem Európai Uniós határ. Tehát amit ott az említett polgármester úr mondott, az már csak fizikailag is elképzelhetetlen annyi ember szállítása a határon, hiszen aki járt már valamikor Kárpaten, azt tudja, hogy nem három perc alatt lehet egy személyautóval átjönni, és egy kis busszal sem lehet ennyi idő alatt átjönni. Tehát ez nyilván arra készült, hogy 18-ban próbáljanak lejáratni, most több De akkor ha... ebben a polgármestert is bevonták, aki erről... Hát bemült. fogalmas, hogy, hogy készítették az adást, tehát én nekem ezt nem kötötték a honomra. A, a jó, nézzük akkor a számokat, jó? A különböző, tele, tehát 88 település Igen. van a választókörzetben, ezeknek egy jelentős része kis falu. Tehát Igen. egy szavazókörös falu, ami a mi esetünkben azért egy szerencsés dolog, mert roppant könnyű összehasonlítani különböző választási eredményeket. Marci? Hát ne is feltétlenül a szavazókörökkel kezdjük, kezdjük a, kezdjük a lakossággal, és kezdjük a, a regisztrált választópolgárok számával. Én történeti kontextusban visszamennék 2011 helyett egészen 2011-ig bocsánat, 2010-ig a kettős állampolgárság hozzáférésének a lehetőségét kiterjesztő törvénynek az országgyűlési elfogadásség. Ebben az évben a választókerület lakossága, mint egy 94 ezer fő volt, ez 2018-ra 100 ezer fölé nőtt, az egy 6 ezer fős növekedés. 2014 meg 2018 között a regisztrált választók száma 73 ezerről 77 ezerre nőtt, eközben Szabolcs megyének a többi választókerületét tekintve általános népességcsökkenés volt megfigyelhető, amiből szerintem akkor lehet feltételezni, hogy, hogy, hogy legalábbis valamiféle szokatlan dolog történt itt. Megnéztük az egyes települések népesség számának a változását, amiből szintén azt tűnt ki, hogy jellemzően az ukrán határmenti településeknek a lakosság száma nőtt meg olyan mértékben, amit valós folyamatok, valós beköltözések feltétlenül azért nem indokolnak. Majd érdekes módon ez a trend, ez megfordult a számok szerint. Tehát az utóbbi négy évben a választókerületnek a lakosság száma az mint egy 5000 fővel csökkent a választ, a regisztrált választópolgárok száma pedig 4000 fővel nagyjából visszament oda, ahol volt korábban. A satszolnom kéne azt mondanám, hogy ezeknek, hogy a tényleg valós szám az ennél még mindig egy picit lejjebb lehet. Magyarán szólva, az történt, hogy 2018-ra megjelent a választókörzetben sok választó, a Fideszes jelölt tehát ön fölényesen nyert, és ebből keletkezhet olyan percepció, hogy a, a, két adatot, tehát az, hogy nőnek a a, nő a választók száma, és az ön eredménye is javul, egybe fogják, csak hogy. Ezért mentünk ugye le most le, elnézést kérek az összes vásárost, ami ez volt, vásárost, ami van, hogy most 2022-ben, amikor újra csökkenni kezdett a választó választókerület szavazóinak a száma, választópolgárainak száma, akkor ön jobb eredményt ért el, mint négy évvel ezelőtt. Ami viszont eloszlatja azt, hogy ez miközben a jelenség van, és keressük az okát, ön 29.865 szavazatot kapott 2018-ban, ezzel egy majdnem 60 os eredményt ért el, most viszont 31.523-at kapott, tehát miközben csökkent a választók száma, és föltehetőleg csökkent az Ukrajnából érkező körzetében lakók vagy bejelentett személyek száma, ön több szavazatot kapott, 60, majdnem 69 os eredményt ért el. Ez így korrekt összefoglaló volt akkor? Persze. Jó, de akkor meg ön szerint ennek az az oka, hogy duzzadtak a, a választói névjegyzékek, hogy kárpátoljai magyarok, meg kárpátoljaiak, nem feltétlenül csak magyarok, magyar útlevélhez szerettek volna jutni? mert igen, igen, és a, a háború elől menekültek már akkor is, 14 ben És mitán most a menekültek megkapnak mindent kvázi menekült jogon, ezért nincsen érdekükben bejelentkezni. Ezt, ezt mondhatjuk? Én azt hiszem, hogy kettő dolog is történik egyszerűen. Az egyik az, hogy a háború miatt most különösen sokan hagyják el hosszabb időre is Kárpátalját, illetve belső is, és ezek az emberek ezek nem fognak megállni a határ mentén ott, ahol adott esetben van egy, van egy lakcímük, hanem oda mennek, ahol tényleg tudnak lakni, azért, mert van munkájuk, vannak rokonaik, vagy vannak barátaik, ami nem Szabolcs megyében található, hanem Budapesten, vagy, vagy még távolabb Nyugat-Európában, a választás napján én a Beregsurányi menekült ponton is jártam, ahol a Máltai Szeretett Szolgálatnak a munkatársai is azt mesélték nekem, hogy gyakorlatilag senki sem maradt Szabolcs megyében, aki marad az Fehérgyarmaton, ott az átmeneti menekültségítő központban, ahol szintén elmentem, ott alig volt néhány tucat ember, és ott meg azt a tájékoztatást kaptam, hogy az ott található emberek közül senkinek sincsen magyar választójoga abban a pillanatban ami el, elég erőteljesen arra mutat, hogy aki menekül Ukrajnába, a az nem fog megállni Szabolcsban azért, hogy utána szavazhasson egyet. Ez az egyik fel a történetnek. A másik fel a történetnek az, hogy, hogy, hogy ebben a jelenségben azért szerintem fel lehet fedezni olyan motivumokat, amelyek, Indirekten valamiféle politikai vetületet vonnának maguk után, és ez az, hogy a, a magyar állampolgárságnak Ukrajnából nézve nem csak az uniós útlevél az egyetlen bekétségtelenül nagy előnye, hanem a, az ukrán összevetésben az egy látványosan magasabb minőségű magyar egészségügyi ellátásnak, vagy a magyar nyugdíjnak a potenciális igénybevétele. Azok az emberek, akik bejelentkeznek határmenti falvakba, ö, adott esetben tömegesen, ö, állandó lakcímként azok ö, jogosultá válnak a magasabb magyar nyugdíjra, a jobb ö, magyar egészségügyi ellátásra, és ehhez nem is feltétlenül szükséges elhagyni kárpát alját, legalábbis ezek derültek ki mindenféle ö, híradásokban, amik a jelenségről készültek. Ö, és hát ezek az emberek nyilván tudják, hogy kinek köszönhetik azt a kettős állampolgárság ö, hozzáférhetőségét kiterjesztő törvényt, ö, ezt Fidesznek köszönhetik leginkább. Igen, akkor ezzel kapcsolatban az a kérésem, ha kikapjuk most ebből a választást, mint szempontot. De, ö, de azt, ö, azt mindenképpen szeretném hozzátenni, hogy hogy a, amennyit lehet becsülni a jelenségnek a mértékéről, az 2018-ban sem volt közel sem elegendő ahhoz, hogy a választás eredményét ebben a választókerületben érdemben befolyásolni tudjam most pedig valamiért ezeket az embereket tömegesen elkezdték feltehetően kilenteni, nincs sokuk arra, hogy maguktal jelentkezzenek ki, úgyhogy ezek tűnnek el. És a... Térünk, a... választásra térünk Jó. vissza Jó. még, majd arról szeretnék én még kérdezni, de hogy akkor most ebből kikapjuk egy kicsikét a választást. Ez valami még még sincsen rendben, mert vagy mondjuk azt, nekem egyébként nincsen ellenemre, hogy kárpátaljai magyarok, de még adott esetben még csak nem is magyarok, hanem magyarokkal együtt élők kapják meg a, a különböző jóléti juttatásokat. Mondom, nekem ez abszolút nem lenne ellenemre, csak akkor ezt mondjuk ki, ez legyen fehér, de az az, hogy bejelentek, jelentkezem egy olyan lakcímre, ahol nem lakom egyébként, ez mindenképpen kiátszása valaminek. És ez kinek a felelőssége? Ott akkor ebben polgármesterek, jegyzők részt vettek. Hát ő, valószínűleg nem a képviselő irányította. Tehát ugye az egy képviselő aztán végképp nem tudja követni, hogy, hogy melyik településen kiszándékozok. Ahogy ön is mondta, az emberek oda mennek, hol van ismerős. Pont Berek során tökéletes példa erre, de akár Tiszabecs is ilyen is, akár az összes többi határmenti település, hogy ahol már van egy kárpátai származás, akkor nagyon szívesen mennek mások is. Nem biztos feltétlenül, hogy a, a munka motiváló tényező, hiszen elég mobil nép az Ukrán, e, így a kárpáta is is elég mobil, tehát nem az érdekli, hogy 20 kilométeres körzetben találjon munkát, van egy lakcíme berek és ő egyébként mondjuk Prágában dolgozik, és oda jár vissza, tehát ez neki olyan problémát, mint nekünk esetlegesen itt az nem jelent én az, hogy felelősség egy kinézi, egyébként is ez a életvitelszerű ott lakás, ez egy gyerekes kérdés, ezen lehet akár jogilag is filozófálni. Mondom ezt úgy, hogy, hogy, ez a része engem sosem érdekelt, én országgyűlési képviselőség mellett Fehér polgármester is voltam nyolc évig. Ami azt jelenti, hogy azért én nagyon sok embert ismerek Kárpátaljáról, Nagyon sokan tették le egyébként, akár nálam is 2010 után az állampolgársági eskütés mondjuk az én déd nagyapám Zápszonyban, ami most Kárpátalján található, ott született és az első világháborúban halt meg. Tehát én nekem élő kapcsolatom van, én nagyon sok rendezvényre hívnak Szójván, ami nem csak a Kárpátaljai Magyarok tragédiája, hanem a háromszakmári és a 23 Beregi falu tragédiája és ott minden évben ott vagyok, és a, a településen élőkkel és nagyon jó kapcsolatom van. Ez a, nyilván ez a magas nyugdíj, ez mindig egy érdekes kérdés, hogy az emberek azt hiszik, akik itt élnek mondjuk Budapesten, hogy minden kárpátaljainak őrült nagy magas nyugdíja van. ez Mármint az á, itt bejelentett Abban Az itt bejelentett kárpátaljainak, azért én nem láttam, de lehet, hogy más látott, én nem láttam, és abban a ominózus televíziós felvételben sem sikerült olyan magas nyugdíjszelvényt nyugdíj mutatni, mert azért úgy hiteles, hogyha megmutatok, és akár mutatok mondjuk többet is e, ilyet. E, tehát én érdekről nem tudok, hogy őrült magas nyugdíjuk lenne. Azt tudom, hogy valami olyan módszerem működik, hogy a hasonló végzettségű, hasonló munkaidőt eltöltött e, e, ember Ö, meg összehasonlítják Magyarországon, hogy mennyi a nyugdíja, és a szerint állapítják meg a, a nyugdíjat. Az én tudomásom szerint ez ez, ez így van. De mondom, én a, a politikának a lényege, hogy az ember hiteles legyen. Én annyit dolgozok, hogy erre a különbségre a, 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 a munka révén. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy na, sokkal kevesebb lett, már pedig tényleg kevesebb lett a választókerületben a választásra jogosultak száma, és mégis sikerült egy ö, ö, közel 9%-kal növelni a, a korábban elért, 18-ban elért egyéniben kapott szavazatszámomat, annak egy oka van, hogy az ember dolgozik. Jó, jó, igen, ezt így indítottunk, hogy a számokból önmagából az látszik, hogy érdemben a választói névjegyzékeknek a változása az az eredményt nem befolyásolja. Mi legalábbis mondom még egyszer, mi innen indultunk, hogy más honnan indul, azért mi nem tudunk garanciát vállalni. Ettől függetlenül van egy jelenség, ennek a jelenségnek is megpróbáltunk utána járni, és ezzel kapcsolatban valamit változatlanul nem érzünk rendben. Viszont Tilki képviselő úr visszahozta a választást, mint témát, akkor én azért nagyon egyszerűen azt szeretném megkérdezni, hiszen amikor ön 2006-ban először indult országgyűlési képviselőként, akkor végül is második fordulóban, hát nem annyira szoros, de azért tisztességes verseny, mert 51-45 arányban győzött az akkori szocialista ellenfelével szemben. 2010-es hát földinduláskor már 64 ot kapott, de hát az se 70. Hogy lehet ekkora fölénnyel nyerni ez? Na, ha valami Budapestről nehezen érthető, az akkor ez, mert hogy legfeljebb a 13. kerület, ami a Budapesten hasonló eredményeket tud produkálni. Ja, értem azt, hogy a sok munka, de hogy mégis minek tulajdonítja azt, hogy... Hát van, azért van egy verseny közöttünk. Tehát ha azt nézzük, most ebben a választásokon az első tíz legjobb eredményt elérő egyéni országgyűlési képviselő között az első hatban négy Szabocsat megyei volt. Tehát a megyék versenyét Torony magasan nyerte Szabocsat megye, és a különbségben is az első tízben benne volt négy Szabocsat Mábereg megyei képviselő. Hogy, és mindenki növelte a korábbi eredménye, tehát többet kapott. Ennek a jobban értették az üzenetet, a háború közelségét jobb-sokkal jobban érzékeltük, tehát azért ezt tagadhatatlan, hogy akár beregsorányban, még annak ellenére, hogy kevesebben voltak akkor, és most kevesebben vannak, mint a háború kitörése után mondjuk három hétben, de azért az emberek érzékelték, látták a, a katonai mozgásokat, azért sok mindent láttak. Nem csak azok, ahol határátkelő hely van, Fehérnyalmaton egyébként és több településen regisztrációs pont működött, tehát az azt jelenti, ahol idegenrendészeti eljárás kellett lefolytatni, tehát azoknak természetesen nincs meg a, a választójogok, tehát például a Harkokból menekülő egyetemisták is ilyen idegenrendészeti eljárásnak lettek alávetve, tehát regisztrációs pontokon úgy nevezték ezt hivatalosan, tehát a természetes, hogy akár akárhányan voltak azoknak, sosem volt ott szavazati jogok. Tehát így, 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 nincs értelme fejlődjelmet külön foglalkozni szavazás szempontjából. Tehát jól értem azt, hogy mint már az ellenzékkel nem versengenek, akkor egymás között ilyen házi verseny van, és vásáros namény integet az ország túlsó felén csornának és gyópáros alpárnak, hogy kiért a jobb eredmény? Hát ha azt nézzük, hogy, hogy hogy az Európa parlamenti választást is lehet bontani választókerületekre, az egy kicsit bonyolultabb. Azt a nagy média általában nem szokta megtenni, mert akkor mindig külön kell számolni a térségeket. Ott megelőztem képviselőtársam is, tehát ott mi voltam 19-ben az első, tehát figyeltek, figyeltek rám, és egyébként meg van egészséges hatása a házi versenynek, ez egy jó dolog egyébként. Dosszékkal érkezett. van van egy, egy jó pár, igen. Éh, 2020 elején a miniszterelnök a Karmelita Kolostorba fogadta az összes képviselőt egyenként, beszélt végig. Ezek a dosszék voltak ott, vel, magukkal akkor? Ezek csak a választásról készült eredmények, ezek kifejezetten csak számok, amelyek itt vannak. És most. akkor mit nézett át a miniszterelnök, vagy az ilyen titok a dosszékről? A, te... a térségről beszélgettünk minden egyes képviselővel. A térség gondjairól, problémáiról, lehetőségeiről, elképzeléseiről. De ezek csak számok itt. Nekem egy olyan kérdésem volna, hogyha visszatértünk a számokhoz, hogy, hogy ahogy mondtam is, ma az látható a választókerületnek a statisztikáiból hogy kezd visszatérni ezeknek a, az adott esetben nem életvitelszerűen ott lakó bejelentett embereknek a száma a valóságoshoz. Ez tűnik ki abból is, hogy a 2018-2022 között százalékosan a legnagyobb népesség arányos csökkenést produkáló legelső hét település a választókerületben, ezek Kispalád, Szamos Angyalos, Lónya, Barabás, Beregsulány, Nemesborzó, Csengerújfalú. Csak volt? a legelső hetet mondtam, Igen. de Csaholc is ott van. Ezek mind a, azok között, a települések között voltak megtalálhatóak, amelyek 2010 és 2018 között a 15 legnagyobb növekedést, százalékos növekedést produkáló települések között vannak. Itt, ha mondjuk kis paládot vesszük, ott 2010-ben papír alaktak. 580-an, 2018-ban 1300 -e, vagyis 500 -e a többen, idén meg 810 tehát megint visszamen 400 ez az, az ingadozás, ez nyilván... És körülbelül ez egy 80 szavazatot jelentett, ez a sok több száz fős mozgatás ott abban a szavazókörben. A, választó, a választókörök azok bonyolultabb kérdések, mert ahányat megnéztem, ott különböző elvasztások vannak, ha már szóba hoztad, akkor elmondom gyorsan, én hármat néztem meg, Berek surányban körülbelül százzal kevesebben szavaztak idén, négy éve, és ott, ott ez, ez gyakorlatilag kivonással kivonható képviselő úrnak az eredményéből. 359 szavazatot ért el 2018-ban, és idén pedig 275-öt. De mondjuk pont, pont nem Kispaládon, hanem Tiszabecsen, ott ö, olyan 140 szavazóval lett kevesebb ide, mint négy évben, és ennek a felét vesztette a Attila, a felét pedig az ellenzéki előtt. Van, van szóra is abban, hogy, hogy ezek a szavazatok, ezek honnan tűnnek el, de én arra vagyok kíváncsi, hogy képviselő tud-e valamit arról, hogy, hogy hova tűnnek ezres nagyságrendben az elmúlt négy évben a Szabolcs Szépen. megyébe bejelentett emberek, és ez olyan minek veszelhető, mert nem sikerült rájönnöm. Uh -huh. Hát nyilván jó pár olyan van, aki talál munkát bárhol, és azért szünteti meg. Ümm, nyilv, indult el lakcím fiktiválási eljárás is, tehát ilyen is volt, hogy ez nagyságrendileg mit jelent, fogalmam sincs. Én nem is foglalkozom ilyeneket, nem is érdekel, mert az ember megy előre, akkor a legerősebb falon is át tudom menni, és akkor nem foglalkozom mással. Ümm, tehát ümm, 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 ezek szerintem ezek lehetnek az okok. Az, az sem igaz, ugye ez is megjelent a médiában, hogy polgármester választást eldöntheti a, a bejelentkezettek száma. Bonyolult ez, hát nézzük meg kis ott kaptuk a legtöbb kritikát, biztos, hogy voltak visszaéléseket, ugye abban a ominózus riportban is beszél az élető erről, vagy aki beszél, az, az azzal kapcsolatban volt rendőrségi eljárás, ha jól tudom. Uh, és mégis egész magas 81 os százalékos, tehát az első 20 legnagyobb uh, arányt elért uh, szavazókörben uh, benne van kis palát. Tehát ezek tehát követhetetlen, uh, és, és nem lehet benne logikát találni, nem is nagyon érdemes, uh, ilyen összeesküsi elméletekre alkalmas lehet, de hát nem ez a lényeg, hanem hogy az ember dolgozzon tisztességes és csinálja normálisan. Jó, azért nekem van egy más előbíten is, amire szintén azt fogja mondani, hogy nem teljesen illetékes, de ha már itt beszélgetünk, akkor ez Én, érdekelne. Igen. Mint említettem, 2006-ban még szoros volt a verseny, és ezért fehér gyarmat annak idején, még a 90-es években nem egyértelműen jó oldali településként volt elkönyvelve. Tényleg arról van szó, hogy bizonyos településekről, vagy környékről úgy eltűnt az ellenzék szervezeti értelemben? Abszolút jó a kérdés. Tehát 2006-ban 2002-ben győztünk először fehérgyalmaton listán. Addig a baloldal volt mindig, aki a, a listán győzött önkormányzati választásokon. Én utána lettem 2002-től a polgármester, a szocialista polgármester mellett. És úgy vágtam neki a, a akkor 49 településből álló tízes számú választókörzetnek. És ahol a, szintén ugye a kistérségi elnök voltam, mint a térségi vezető település polgármestere, és a közös munka azokkal a kollégákkal, kvázi, hattól, mert akkor már polgármester voltam. Tehát nekem én mindig pontosan tudom, hogy mit csinál egy polgármester, és így személyesen nagyon jó a, a viszonyom a, a települések vezetőjével, és az emberek, a, a településeken élő emberek, látják az elvégzett munkát, tehát van eredménye. Nem budapesti mértékkel mért fejlesztésekre kell gondolni, de a kisebbeket is a, ott a vidéken élő emberek meg tudják becsülni, és megbecsülik. Szerintem ez bőven oka lehet. Jó, jó, de most ha kifejezetten a versenytársakra, mert mondta, említi, szocialista polgármester volt el, mellett volt először a polgármester listán, az MSZP nyert sokáig. Most az előfordul, hogy egy faluban, vagy akár fehérgyarmat bizonyos részein, ahol 8-10-20 éve még volt MSP, MSP szervezet, MSP képviselő, és aztán pedig jobbikos, most pedig nincs. Van olyan, így van. Így van. Mi azt hiszem ennyi voltunk, ezt, ezt a kérdést szerettük volna körbejárni. Azt hiszem, hogy a részünkről ez sikerült, amit nem tudunk azt is regisztrálni tudtuk, hogy nem tudunk. Köszönjük szépen Tilki Attilának, hogy itt volt velünk. Ez az átlátszó podcast adása volt, én meg Hont voltam. Köszönöm szépen viszontlátásra, köszönöm a meghívást. Mi köszönjük.